Evangélium Szent Máté könyvéből. Amíg beszélt a néphez, megálltak kint anyja és rokonai, és beszélni akartak vele. Valaki szólt neki, anyád és rokonaid kint állnak, és beszélni szeretnének veled. De ő megkérdezte azt, aki szólt neki, ki az anyám, és kik a rokonaim? Azután kitárta tanítványai felé karját, és így szólt. Ezek az anyám és testvéreim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. Krisztusban szeretett kedves testvéreim! Szent Joakim és Szent Anna cselekedetét ünnepli ma Anya Szent Egyházunk. Mai napon emlékezünk meg arról, hogy a boldogságos Szűz Máriát szülei Szent Anna és Szent Joakim bemutatják a templomban. A zsidó hagyományban minden egyes gyermeket fel szoktak ajánlani az Istennek, és Szent Joakim és Szent Anna is így tesz gyermekükkel, Szűz Máriával, felajánlják őt Istennek. Az ő oltalmába ajánlják fel ilyenkor a gyermeket, hogy ő védelmezze, óvja és táplálja a szüleiken kívül az újszülött csecsemőt. De a Szűz Mária életére gondolunk, akkor észrevesszük azt, hogy Szűz Máriának a felajánlása nem csak egy egyszerű felajánlás volt, hiszen Szűz Mária egész élete nem más volt, mint egy felajánlás. Többszöri felajánlást tekinthetünk végig az ő életében. Szűz Mária igent mondott Isten tervére, felajánlotta magát Isten tervének a megvalósítására. Arra, hogy a második isteni személy, vagyis Jézus Krisztus tőle született meg, vett fel emberi testet, és Szűz Máriát pontosan emiatt tiszteljük különleges módon. Szűz Mária ezen kívül igent mondott a bizonytalanságra. Felajánlotta magát Isten szolgálatára akkor is, amikor kilátástalannak látszott mind az ő élete, mind pedig gyermeke és nevelő apja Józsefnek az élete is. Szűz Mária erre is felajánlotta az életét. Szűz Mária végül igent mondott fia szenvedésére és kereszt halálára is. Milyen nagy fájdalom és gyötrelem lehetett, amikor is fia mellett ott állt, és végig kellett néznie fia kivégzését. Szűz Máriát követnünk kell nekünk is. Keresztény emberként nekünk is nagyon sokszor igent kell mondanunk Isten tervére. Fel tudom-e magamat egészen ajánlani az Istennek? Gondolkodjunk el ezen a kérdésen, és próbáljunk meg igennel válaszolni Isten meghívására. Amen.